A szűrővizsgálatok fontosságáról évről évre visszatérünk, és mindig proponáljuk. Hogy látja a doktor úr, hogy egy időben észrevett emlődaganat gyógyulási esélye mennyivel jobb, mint mondjuk ott, ahol már probléma van, és úgy kerül az orvoshoz? Az emlődaganatok kezelésére azt tudjuk elmondani, hogy 85%-ban gyógyítható. Ez a teljes kupac. Ebben benne vannak természetesen a későn felfedezett daganatok is, ahol már nagyobb a elhalálozási szám, de benne vannak a nagyon korán felismert daganatok, köszönhetően annak, hogy egyrészt úgy néz ki, hogy a női populáció tudatosabb, sokkal gyakrabban és korábban kezdenek el szűrésre járni. Azt tudni kell, hogy 10-15 éve ezelőtt még azt tanítottuk és gondoltuk, meg tudtuk, hogy körülbelül 4000 új emlődaganatos van egy évben, felismerésre kerülnek. Most jelen pillanatban az 6 és 8 ezer között. És ez nem csak azt jelenti, hogy megszaporodott az emlődaganatok megjelenése, hanem a korai és az egyre finomabb diagnosztika is segíti ezt a számnak a növekedését, de az tény, és nem tudjuk az okokat, hogy egyre fiatalabb populációban, egyre nagyobb számban jelentkezik az emlődaganat jelenleg. Tehát ez a fiatalabb korosztályt is érint, ami azért érdekes, mert ugye mi mindig ott tartunk, hogy a szűrővizsgálatoknál azt mondogatják, vagy itt azért ez elkenődik, hogy azért hogy 45 fölött, 50 körül kellene, de hát ezek szerint jóval előbb is el kellene. Igen, a régi szám az így 45 és 60 között volt életkorcsoportilag, hát ma már ez nem így van. Tehát most már megjelentek a 20 évesek, a 18 évesek, megjelentek a terhességi emlődaganatok, és ezek egy újabb csúcsot hoztak itt a 20-as, 30-as korosztály számára. Ha valaki szembesül a diagnózissal, milyen protokollon kell átmennie? Mi az, amit értenie kell, tudnia kell, jó, ha tisztában van vele, hogy utána mi következik, mert ilyenkor azért az ember nagyon elveszett, és nagyon fontos, hogy olyan helyre kerüljön, ahol végigvezetik, és nem neki kell mindenben dönteni. Nagyon fontos, hogy ez a daganat hogy kerül felismerésre. Ugye van az önvizsgálat, ezek a tapintható daganatok, és vannak a szűréssel kiemelt, nem tapintható, elég alattomos daganatok, amik néhány millimétertől több centi nagyságig terjedhetnek, és nem tapinthatóak. És csak azért említettem, mert nagyon fontos a szűrés, hogy korán vegyünk észre egy daganatot. De amikor megvan, hogy valakinek daganatgyanúja van, és még csak itt tartunk, akkor ebből mintát kell venni. Egy szövettani mintavétel, ami korbiopsziának, és nem elég a tűbiopsziás mintavétel, tehát egy szövettani hengert kell venni, ez egy 1 mm-es kis henger, amivel már szövettant tudunk mondani, tehát tudjuk a daganatnak a fő tulajdonságait, a hormonérzékenységét, az oszlódási rátáját, és ezután egy onkotím látja a beteget. Az onkotím az egy csapat, áll onkológusokból, radiológusokból, patológusokból, sebészből, plasztikai sebészből, legjobb esetben emlősebészből, aki sebész, onkosebész és plasztikai sebész is egyben. És ők hoznak döntést a további terápiás rezsimről, hogy mi a következő lépés. A daganat határozza azt meg, a nagysága, a szövetlen típusa, a páciens életkora, hogy első körben sebészi kezeléssel indítunk, vagy onkológiai kezelés, egy kemoterápia, hormonkezelés jön-e szóba. De ezt a team dönti el, és utána válik le a sebészi feladat, vagy az onkológiai feladat, amelyik a lépcsőben következik. Ilyenkor a paciens megismeri a lehetőségeit, igaz? Igen. Azt is megismeri, hogy körülbelül ez a gyógyítási folyamat mivel jár, milyen károsodással jár, adott esetben milyen csonkolással jár, mert ezt mondjuk ki, hogy a műtét közben bármi történhet, és dönthet afelől, hogy esetleg vállalja-e azt, hogy rögtön egy rekonstrukciós műtét aláveti magát. Tehát amikor megtörténik maga a szöveteknek az eltávolítása, akkor rögtön egy rekonstrukció is megtörténik egy műtét alatt. Igaz? Igen. Ez is az onkotém jóváhagyása kell ahhoz, mert a sebész elmondja, le is írja, hogy ebben az esetben a beteggel egyeztetve ő egy
daganat eltávolító műtétet végez, és egy időben helyreállít. Hogy most az csak a mell állományából történik a helyreállítás, mert hogy bőséges mirigyállomány van, vagy ki kell egészíteni implantátummal és vagy lebeny rekonstrukcióval, ez már sebészi döntés, de az onkotímnek ezzel tudatában kell lenni, és ezt jóvá kell hagynia. A páciens minden esetben széles skálán fel kell világosítani, és elmondjuk neki az összes lehetőséget. Természetesen dönthet úgy, hogy ő csak daganat eltávolítást szeretne, és nem kér rekonstrukciót, de ilyennel nem nagyon találkozunk. De ez azért van, mert a nők egyre inkább tudják, hogy van lehetőségük arra, hogy méltó módon a nőiességüket megőrizve tudják a gyógyulást végigvinni, mert ez nem csak lelki erőkérdése, hanem valóban az, hogy ő nőnek érezze magát, nő maradhasson, ez nagyon nem mindegy, hogy... Nem, ez egy kettős támadás, tehát kettős nem csak támadás. Az életét akarja daganat elvenni abban a pillanatban, hanem a nőiességét is. És természetesen a nők nőként szeretnének tovább, mintha mi sem történt volna alapon, hiszen ők ezt a daganatot úgy hirtelen megkapták, és szembesülnek egy elég kemény helyzettel, miszerint emlődaganatuk van, abba bele lehet halni, évente 2500-3000 nő hal bele emlődaganatba, vagy annak szövődményeibe, plusz a nőiességüket is fönn akarják tartani, hiszen középkorú nőkről van szó legnagyobb részt. Az időfaktor mennyire fontos? Az észlelés és a műtét közötti időfaktor, ez nyilván esete válogatja, abban biztos vagyok, de miért fontos az, hogy egy helyen adott esetben megtörténjen a szűrővizsgálat, ha probléma van, akkor az észlelés, és onnantól kezdve végig legyen vezetve a beteg a gyógyulásig. Igen, hát ezek az emlőcentrumok, tehát ahol minden egy helyen van, és az emlődaganatot így kell kezelni. Minden a helyén kell, hogy legyen, emlősebész operálja, aki, mint mondom, sebész, onkosebész és klasszikai sebész, tehát tisztában van a rekonstrukciós lehetőségekkel, és onkológus irányítja ezt a folyamatot, tehát igazából a paciensek orvosa nem a sebész, hanem az onkológus. Minden kontrollt és ellenőrzést ő fog meghatározni, irányítani és levezényelni, és ez a legjobb, hogyha minden egy helyen történik, és a helyreállítás műtétje az egy ülésben kell, hogy elvégződjék, erre törekszünk, az esetek 80-90%-ában ez már így is van, tehát daganateltávolítás és azonnali rekonstrukció, szükség esetén az ellenoldali szimmetria beállítása egy altatás során, ez 2-3 órás beavatkozás lehet műtétenként. Ha valakinek előbb kell adott esetben akár kemoterápiát, vagy nem tudom milyen típusú kezelést, ugye ahogy a daganat összehúzódjon, akkor ez az időtartalom, ez mennyiben nő meg? A kemoterápiás kezelések, amik műtét előtt történnek, azok általában 6 ciklus, tehát 6-szor minimum 2 hét, ennyivel csúszik, de ez egy biztonsági időszak. Ez jó, mi sebészek nem azt mondom, hogy ennek örülünk, de tudjuk, hogy ilyenkor a paciens biztonságban van, hiszen ez egy blokkolás. Azok a daganatok, amelyeknek a osztódási arányuk olyan nagyon magas és nagyobb méretűek, megvan, hogy hány centit felett nem operálunk egyből emlődaganatot, ott nagyon fontos, hogy ezt a kezelést megkapják. Ez nekünk is jó, a daganat blokkolódik, összéphúzódik. Sajnos a paciensek ezt nehezen viselik, mert ők azonnali megoldást szeretnének. De mindenkinek elmondjuk, hogy ez az arany középút, ezt kell választanunk, és igyekszünk ebbe az irányban támogatni őt, és nem pedig ellenszegülni például egy onkotím döntésnek, hogy akkor mégis megoperáljuk hamar. Most, hogy mondta ezt, hogy ellenszegülni egy onkotím döntésnek, én azt nagyon fontosnak találom, hogy az emberekben legyen annyi bizalom, hogy ha ezt a diagnózist megkapják, akkor egy olyan helyet, vagy egy olyan orvost, egyrészt az orvosba bízzanak, másrészt egy olyan helyet találjanak, ahol végigvezetik őket. Tehát ne ő döntsön, ne érezze azt, hogy felül tudja bírálni, mert vannak dolgok, amikhez mi nem biztos, hogy értünk, bár ilyenkor mindenki Google-hoz, a jó barátjához Igen. fordul, és ez életveszélyes is lehet, de hogy ez nagyon fontos, hogy egy helyen végigvezetődjön egy ilyen probléma. Igen, de ez a mi felelősségünk is, mert el kell mondjam a teljes menetrendet.
Tehát a legelső találkozásunkkor fel kell vázoljam azt is, amikor onkológiai kezelésre indítunk, és utána jön a műtét, és azt is, amikor műtéttel kezdünk, és lehet, hogy utána onkológiai kezelésre folytatódik, és még a sugár is bejön általában az emlő megtartó műtéteknél. A betegek, hogyha tisztában vannak ezzel a folyamattal, akkor el fogják fogadni, és maximálisan végigcsinálják a teljes etapot. A probléma ott van, amikor már nagyon sok felé jártak, mindenféle infót kaptak, és akkor már nagyon nehéz őket vezetni, de részletes tájékoztatás kell. Az állami és a privát ellátás között mi a különbség? A gyorsaság. A gyorsaság, tehát idő. Ugyanaz történik az államiban is, ugyanolyan onkológiai biztonsággal és gondossággal látjuk el a pacienseinket. Amit nem tudunk megváltoztatni, az sajnos az a várakozás. Kicsit több idő telik el államiban, nem is kicsit. Arra törekszünk, hogy evidens emlődagadatos betegeknél, akiket operálni kell, néhány héten belül, egy hónapon belül műtőasztalra tudjuk vinni őket. Természetesen ez a magában másképp van. Ott azonnal. És ugyanígy végig kísérik, mert ez a lényege a dolog. Ugyanazt töltik. A beteg felé az állami és a magánszektor ugyanúgy kell, hogy kommunikáljon, ugyanúgy kell, hogy viselkedjen, és ugyanazt a metódust kell, hogy válassza. Köszönöm szépen. Én köszönöm.